A jó üzlethez kell a reklám, és mint hallani fogják Darnell Krisztiántól, ez igazán jó üzlet. Kötelezd el magad a másik ember életének minősége iránt, és a sajátod magától átalakul. Kérem, magyarázza meg ezt, hiszen ön mondta. Igen, Enik, ez azt jelenti, hogy amikor elkötelezzük magunkat egy másik ember életének a minősége iránt, akkor a sajátunk magától átalakul. Ez mit jelent pontosan? Hogyha én elkötelezem magamat ön iránt, az ön élete iránt? Vagy én iránt, vagy a családja iránt, igen, az ismerőse iránt, a kollégá iránt. Tehát, hogyha elkötelezzük magunkat aznak az életének a minősége iránt, azoknak az életének a minősége iránt, aki a mi környezetünkben él, tehát akik minket körbe vesznek, akkor a milyenké saját magától átalakul, tehát lesz egy minőség az életünknek csupán abból kiindulva, hogy mi a másik ember iránt eljünk kötelezve. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a Darnell Training ez ezt jelenti, hogyha én figyelek másokra, akkor én is átalakulhatok, és én is jobbá válhatok? Ez egyik lényege a Darnell Trainingnek végül is. Mi a másik lényege? Másik lényege az, hogy vállalunk felelősséget a saját életünk minőség. És a kettő, hogy összefügg, tudnék, igazán nem tudunk felelősséget vállalni a saját életünknek a minőségéért, akkor a másikat kizárunk ebből a térből. Tehát mindenki egy térben létezik. Ez lehet, hogy kicsit kozmikusan hangzik, vagy metafizikusan, ettől függetlenül ez így van, akárhogy a hangzik. Egy világegyetem van, benne az egész. Egy teret osztunk meg mindannyian, és amilyen mértékben és amilyen fokig felelősséget tudunk vállalni a saját életünkért, olyan mértékben és olyan fokig tudunk felelősséget vállalni a többi ember életének a minőségéért. Mennyiben más a Darnell Training, mint az agykontroll például, vagy más hasonló típusú tréningek? Igen, nagyon jó a kérdés, Enikő. A Darnell Training az nem egy eszköztár. Az egy kontextus teremt, amin belül tudjuk kezelni a saját életünket. Tehát olyan kontextus teremt a tréningnek az élménye, ami belül azok a problémák, amik eddig minket kezeltek, most hirtelen mi kezdjük el kezelni a problémákat. A tréning pontosan arról szól, hogy tekintettel arra, hogy mindenki felelős a saját életéért, annak a minőségéért, semmiféle vezetőre, semmiféle vezére nincsen szükség. Akire szükség van, az te vagy, mint ahogy a Vermes Éva könyvnek a címe az, hogy te rád vártál. Ez lehet, hogy ez nem a legpontosabb, vagy a legszebb magyarul, de szépen összegezi, hogy miről szól a tréning. Tehát arra, hogy te rád vártál. Úgy tudom, hogy gyógyítani is lehet ezzel a módszerrel. Na most, én azt szeretném itt kihangsúlyozni, hogy a tréning az egészséges embereknek való. Ez nem helyettesít be, nem pótol, nem egészít ki semmiféle orvosi, vagy pszichológiai, vagy pszichoterapeutikus kezelést. És meglepő módon nagyon sokan jelzik vissza közvetlen a tréning után, és a tréning alatt is, hogy az úgynevezett pszichoszomatikus bajaik egyszerűen eltűnnek. A tréningben azt fedezik fel a résztvevők nagyon gyakran, hogy abban a pillanatban, hogy nem állsz ellen a saját élményednek, abban a pillanatban te azt tudod kezelni, te azt át tudod alakítani. Valakinek fáj a feje, és amikor nem áll ellen a fejfájásnak, hanem jelen van annak az élménynek, hogy mi is az, amikor valakinek fáj a feje, akkor szinte magától megszűnik. A fejfájás az egy fogalom. Fejfájás. Maga, amit érzünk, az egy élmény. Na most a fogalom és az élmény között enni kell annyi a különbség, mint az étlap és az étel között. Na most, ha valaki megpróbálja enni az étlapot, abban nem fog jól lakni. Fejfájásodnak milyen az alakja? Egy lapos kör. Lapos kör. Jó, köszönöm. Milyen a mérete? Körülbelül 8 centi sugarú kör. Jó. Hol helyezkedik el pontosan? A fejem tetejétől lefelé 5 centire. Jó, és milyen színű? Sötét szürke. Jó, köszönöm. Na most, Marika, milyen az alakja a fejfájásodnak? Most is ugyanúgy egy lapos kör. Igen, pontosan hol helyezkedik el? Most 3 centire a fejtetőmtől. Milyen a mérete? 4 centi sugarú. Jó, és milyen a színe? Sötét narancs. Jól van. Na most milyen az alakja? Milyen? Egy kis golyó. Kis golyó. A pontos méretnek a golyónak?
egy centi sugarú lehet. Jó, köszönöm. És a színe? Halványsárga. Halványsárga. Jó. Na most Marika, most, ebben a pillanatban milyen az alakja? Nem érzek semmi fejfájást. Milyen a színe? Nincs. Nincs. Fáj meg a fejed? Nem. Jó. Köszönöm, Marika. Köszönöm. Köszönöm, nem hagyhatom ki ezt a kérdést. Jó üzlet ez? Ez egy nagyon jó üzlet. Ez ennél jobb, én nem tudok elképzelni. Én el tudnék képzelni ennél jobb üzletet, akkor azt csinálnám. És nem a pénzért csinálom. Ugye nagyon közel kerültem mind a 8000 emberhez, és ők is közel kerültek hozzám. Tehát nekem volt egy lehetőségem arra, hogy tényleg közel kerüljek az ő életükhöz, hozzájárok az ő életükhöz, és ez mindig kölcsönös. A tréning alatt ők éppen úgy hozzájárnak az én életemhez. Tehát én azt mondom, hogy én élményszinten részt vettem több ezer ember életében Magyarországon.